How are you, sweet Hollywood? The bad cop said, oh, you're the good. I'm addicted to you, shame on me, Hollywood News Agency. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Komment kedvének keretei közti kérdéseket tettetek fel nekem Facebookon, én pedig jól megválaszolom őket. Kezdjünk is bele, mert komoly kérdések kezdünk. Bors Angéla kérdezi, természetesen érdekelne a véleményed Párizsról, főként a Pray for Paris kezdeményezésről. Sokan ezt különböző okokból támadják, mint például, hogy miért éppen Párizsért és miért nem Oroszországért, meg Ukrajnáért szomorkodunk. A Dalai Láma azt mondta, hogy nem imádkozni kéne, hanem cselekedni. A Charlie Hebdo is beszólt, mert ez a dolga. Rengeteg oldalról jött a sav. Jogosan. Azt kell mondjam, hogy én egyetértek ezekkel a hangokkal, tényleg nagyon fontos tudnunk, hogy az egész világ a miénk, egy nagy közösséget képzünk most már, úgyhogy teljesen jogos, hogyha Párizsra ennyire odafigyelünk, akkor oda kéne figyelni a többi szörnyű állapotban lévő háború sújtott a területre is. És igen, nem csak imádkozni, hanem cselekedni is kell. Ez mind igaz. De eljött az idő, hogy vitatkozzak a Dalai Lámával. Készen állok, mehet. Miért kell cseszegetni az embereket? A Dalai Láma meg egyéb véleményformálók, meg azok, akik sokat foglalkoznak a világ gondjaival és bajaival, nem tudják, hogy milyen az átlagember. Az átlagember egy életet le tud élni úgy, hogy senki mással nem foglalkozik, csak magával és a közvetlen környezetével. És most jön ez a szörnyű tragédia, ami szimbolikus tartalommal is bír, mert nyilvánvalóan Párizs nagyon sok embernek mást is jelent a puszta városon kívül, és ezek az emberek, akik akár nem foglalkoztak igazán Kenyával, meg Ukrajnával, mert nem igazán akarnak belemérni az ilyen dolgokba, így felkapták a fejüket, hogy úristen, ez szörnyű. Itt ilyen közel és egy ilyen fantasztikus város, és ez szörnyű, egyszerűen nagyon rosszul érzem magam. Kirakom legalább, ha nem tudok más tenni, a profilképem elé a francia zászlót. És tényleg ez egy tisztán szimbolikus dolog, és nem igazán eredményes semmi, de egy kezdet! Könyörgöm, nem csesszük le a rakoncátlan gyereket, aki végre valahára kitakarította a szobáját, hogy miért nem az egész lakást takarította ki. Lépésenként kell haladni. Ne kapcsoljunk egy negatív érzetet egy pozitív folyamat első lépéséhez. Én ezt úgy szeretném átfogalmazni, hogy igen, ez egy nagyon-nagyon szép gesztus, hogy együtt éreztünk a franciákkal, ez egy nagyon jó élmény, mindenképpen empatizálni kell a világ más terén leledző emberek sanyarú sorsával, úgyhogy engedjétek ezt az élményt megtörténni magatokban, és kövessétek, amerre visz. Nagyon fontos és jó irányt mutat. De ez csak az én véleményem, és megyünk is tovább! Zagyva Norbi kérdezi, melyik filmrendezővel és vagy színésszel ülnél össze ismét egy privát elmélkedésre? Nos, ez a helyzet, hogy Tom Hanks-el és Steven Spielberg-el hatalmas szerencsém volt, mert mind a ketten nagyon jó fejek, nagyon közvetlenek, és egyszerűen csak remek srácok. Broke! Úgyhogy valaki ilyes valakit kéne választani, aki nekem úgy jön le, hogy biztos baromi jó fej lehet, így szemtől szembe is, és jókat tudnánk dumálni, akár érdekes témákról is, az mondjuk... Michael Fassbender. Az öreg faszi, ő elég jó fej lehet valószínűleg élőben is, ja. Rendező pedig nyilvánvalóan Tarantino, én úgy gondolom, hogy lenne miről beszélnünk, ami abszolút nem is a filmekhez kapcsolódik, de mégis valami szórakoztató lenne, és ha felvennénk, akkor lenne egy 80 milliós nyitó hétvégénk. Nagy rész miatta. Német Márk kérdezi, mik voltak az első negatív kommentek, amik elsőre érték a hírügynökséget elsőre. Emlékszem, hogy az első Feketén-fehérben említetted, hogy egy úriember azt javasolta, hogy inkább menj betontöltőnek. Igen, nos. Sok ilyet kaptam az évek során nyilvánvalóan. Ez az internet sajátja nem is baj, de amit ebből ki lehetne hozni, mint érdekes tanulság az az, hogy az első videó óta, amit a legtöbbször megkapok, az az, hogy idegesítő vagyok, és hogy ripas, nem tudok színészkedni rendesen. És az a helyzet, hogy én mind a kettővel teljesen jóba vagyok. Mindig lesznek emberek, akiket idegesíteni fogok a stílusommal, ugyanúgy a videókon keresztül, mint élőben is, és igen, nem vagyok egy jó színész én, ha színészkedek, ha valamit elő akarok adni, akkor ilyen borzasztóan ripacs módon így túltolom az egészet. De én így vagyok boldog az életben is, így viselkedem, úgyhogy ez vagyok én. És ez azért érdekes, mert rengeteg más téren mindenképpen fontos, hogy fejlődjek minden nap. Technológiai háttér, koncepciók, ötletek, viccek, hogyan tudom beledolgozni a filmstílusát a kritikába. Rengeteg dolgon dolgozom, de meg kell találni magunkban azokat az elemeket, amik azzá tesznek, amik vagyunk, amik őszinték, egyenesek, és így nem szorulnak javításra, vagy legalábbis javíthatatlanok. Én sose értettem egyet azzal a kijelentéssel, hogy én olyan vagyok, amilyen vagyok, engem így kell szeretni. Nem! Mindig tudunk fejlődni, mindig tudunk előre menni, sőt, erről szól az élet. Múljuk felül a tegnapi önmagunkat. Ez szerintem nagyon fontos mind szakmában, mind személyiségben. És pontosan ezért fontos tudni magunkról, hogy mi az, amin tudunk javítani, mi az, amin kéne javítani, és mi az, ami hiba vagy nem hiba a mi elemi részünk, úgyhogy magunkhoz kell ölelni. Nekem ilyen a Berfét hiba itt például. Pálfi Csaba Sándor kérdezi, mit szólsz a magyar válogatott sikeréhez?
Hups, telefon! Hát akkor ezt nem tudom megválaszolni. Tök jó, hajrá, hajrá, rúgjátok a labdát. Belőlem semmit nem vált ki, sajnálom. Nagyon, nagyon, nagyon unalmasnak tartom a focit. Én egész életem extrém gyerek voltam, persze a VB-ket mindig végig izgultam, mert az volt kiadva, hogy akkor izguljuk végig, de így nem tud igazán lekötni, mert hogyha a VB-n meg a nagy meccseken ilyen kevés eredmény van, akkor mi lehet a harmadosztályban? Nos, és vége a meccsnek, egy fenomenális, sosem látott 0-0-val zártuk ismét, de azért valljuk be, a második fél időben ott majdnem történt valami, ott közel került a labda, közel, de aztán nem. Ez az egyik, a másik pedig, ez megint csak nagyon személyes dolog, de hogy mivel extrém kerek folyamatosan, azért a fájdalom egy része a sporttevékenységnek, az mindenhol ott van, és azt mindig le kell gyűrni, és így fejlődünk, de szeretném megkérdezni a foci rajongókat, hogy tudtok felnézni egy sportemberre, hogy tudjátok követni, és akár még isteníteni is, ha feladatszerűen, jogszabály ellenesen tetteti, hogy fáj neki a semmi. Miért fogadjátok ezt el? Hogyha azt mondják, hogy Gergő, te aztán tudsz valamit, neked át kéne szervezned az egész focit és a szabályrendszert és ilyesmi, az első dolg az lenne, hogyha valakit nem rúgnak bokán, de úgy tesz, mint a bokán rúgták volna, takarodjon le a pályáról. Nem kislányok vagyunk, gyerekek, milliárdokat kerestek ezért, az Isten verje meg, álljál fel a lábadra, fussak, nem érdekel, hogy ez taktika, nem érdekel, hogy ezzel ki lehet játszani a másik csapatot, és lehet szerezni egy büntetőt, ez nem szabályszerű. Vagy csak én nem értek valamit? Na látjátok, ezért nem reális az én véleményem a fociban. Hajrá, magyarok! Faragó Bence kérdezi, mi a kedvenc magyar kajád? Gundel palacsinta. Mennyire zseniális gondolat, hogy fogunk mindent, ami valaha is rosszat tett neked és a belső szerveidnek, és felgyújtjuk a picsába. Hajrá, magyarok! Lackó Levente kérdezi, kik voltak azok az írók, filozófusok, akiket olvasva megváltozott a gondolkodásmódod valamilyen szinten? Jó van, csináljunk ebből egy ilyen 9-gag posztot, hogy mit tanított nekem az olvasás. Hemingway azt tanította nekem, hogy a férfinek a bicepsze van kőből, nem a szíve. Kerouac azt tanította nekem, hogy az látja a legjobban, hogy mi zajlik belül, aki kívül van. Tom Wolfe azt tanította nekem, hogy az iszapbirkózást is öltönyzakóban kell közvetíteni. Hunter S. Thompson azt tanította nekem, hogy nincs olyan, hogy objektivitás, minden, amit adsz, abban benne vagy te is. Noam Chomsky azt tanította nekem, hogy nem gyíklények laknak a színfalak mögött. George Carlin azt tanította nekem, hogy két poén közé kell beszúrni a legnagyobb igazságot. És végül J.K. Rowling azt tanította nekem, hogy gondoljam át előre, hogy mit akarok mondani, mert ha ezt nem teszem meg, a végén baromira egyértelmű lesz, hogy ötletem nincs, mi történik. Gyertek! Gyertek! Kormos Joel... Awesome. Kormos Joel kérdezi, kedves Gergő, mi a véleményed a horrorokról? Szerinted miért szórakoztató, ha megijedsz? Nos, igazából nem megijedni szórakoztató, hanem megnyugodni a megijedés után. Ez egy ilyen kémiai folyamat is, az adrenalinnal kapcsolatos, blablabla, bla, bla, erről rengeteg pszichológus sokkal okosabbat, érdekesebbet tudna mondani, mint én. De végül is szerintem ami a legfontosabb az, hogy mindenkinek van egy sötét oldala, mindenkinek vannak pusztító gondolatai és indulatai, és ezekben a horror filmekben tudnak ezek kicsit a felszínre törni, és érvényt szerezni maguknak. Nem mondanám, hogy feltétlenül terápiás folyamat horror filmet nézni, de mindenképpen szüksége van rá az embernek, erre a műfajra is, talán ugyanúgy, mint sok másra. Hogyha esetleg neked nem témád a horrorfilm, akkor ugyanezeket az impulzusokat máshol éled meg, teljesen jó. De ott vannak. Halmi Sándor kérdezi, én azon filozofálok, hogy miért nem remake-elik a Twilight. Nem! 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 Martikán Balázs kérdezi, gondolkodtál már azon, hogy mi zajlik egy hal fejében? Nos igen, és szerintem arra gondolnak, hogy mennyi esőnek kell még esnie ahhoz, hogy végre megteljen a világ. Szanics Levente kérdezi, Turbék, mit gondolsz, miért nem szeretnek az emberek politikáról beszélni? Mennyire tartod ezt problémának? Nagyon nagy probléma, és szerintem az az oka, hogy az ember a pozitív energiáit a közvetlen közelében adja ki magából, de a negatív energiáit nem igazán adja, úgyhogy politikusok, társadalmi rétegek, rasszok, vallások, stb. Ilyen közegek felé dobálja a negatív indulatait. Ez sajnos egy specifikusan szerintem európai szokás, Amerikában például abszolút nem tapasztaltam, és azért rossz, mert ezek társadalmi kérdések, amikről beszélni kéne tudni. Tehát nem azt mondom, hogy melyik pártra szavaz, az a politika. Az, hogy mi legyen az oktatása, az egészségügyel, a menekült kérdése, stb. Ezeket a dolgokat megbeszélni nem kéne, hogy indulatos esemény legyen. Úgyhogy ja, én megpróbálom a magam kis részét kivenni ebből az egész folyamatból, próbálok úgy beszélni veletek ilyen dolgokról, hogy nem csesszük fel egymás agyát, és nem megyünk örre, nem mindig sikerül, de hát hosszú után még előttünk, ezt el kell fogadni. Levente Szabó kérdezi, az utazó csatornával mi a helyzet? Nos,
igazából nagyon sok hat húzom, halasztom ezt az egész dolgot, most ez tök jó, hogy a Londonnal kipróbáltuk kicsit a formát. Do it! De aggódom, mert... Just do it! Do it! Jó van! Legyen! Ideírok egy dátumot, azon a napon kijön a trailer a csatornának, és utána elindul, és megcsináljuk most már. Nincs tökölés, nincs bizonytalankodás, utazás van. Rendben, és az utolsó kérdésünk, Csík Norbi kérdezi, az utazás az a dolog, amire megéri költeni, mert azt az élményt senki sem veheti el tőled. Viszont teszem azt, egyedül utazol. Hogyan tudod úgy megélni az utazásaidat, hogy az élményeidet nem osztod meg senkivel, legfeljebb utólag képek, videók és elbeszélések formájában. Nem magányos ez így? Nos, Norbi, amit te mondasz, az egy nagyon fontos aggály, ami nagyon sokakat érint, én úgy gondolom, és ezért nagyon jó, hogy meg tudjuk beszélni, hogy egy hatalmas marhaság. Egyedül utazni egy borzasztóan élményteli folyamat, rengeteg minden olyat kap az ember egy ilyen úttól, amit párosan vagy csoportba utazva nem tudna megszerezni. Én ezt tudom, én kétszer kaminóztam, egész más utak voltak, mint amit amúgy szoktam csinálni a haverjaimmal, vagy a családommal, és pont ezért jók. Az élmény az itt történik, meg helyeken történik. Hollywood hírügynökség. Élmények történnek helyeken. Szóval nem kell rettegni attól, hogy egyedül vagy. Sőt, nagyon sok embernek azért tudnám javasolni az egyedül utazást, mert fél egyedül lenni. Nagyon-nagyon sok mindent elmond egy emberről az, hogyha nem tud meglenni magában. Egy élmény nem attól lesz teljes, hogy ki van melletted, mi van melletted, vagy hogyan léptetek interakcióba egymással. Az is egyfajta élmény, és egyedül is egészen durva pillanatokat tud az ember megélni, amit aztán elmesél másoknak, és a mások azt mondják, hogy És végül is erről szól az utazás. És te fogsz csinálni utazós csatornát, ha? Addig is, ennyi volt már a kommentket, köszönöm a kérdéseket, én Szirmai Gergely voltam, és szombaton megéhezünk. Még egyszer utoljára.